Ferdi, Ferdi, hangya, ő a Ferdinánd a hangya. Van nagy az Eszter, ereje pedig, pedig feltűnő, feltűnő. Játékban, dalban, mókában is mesterünk. Tarts velünk az egész csúszómától, ugra-fugra néz, ide is vonul. Ferdi a szöcskefogó. La 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 la, lóket fogva, ének szól, trépa szám és dálidol, sok bolondos jó madár, mind-mind téged vár. Láttad már? Ki ne ismerné azt a finom érzést, amikor reggel az ember nyugodtan szundíthat az ágyban, és nem zavarja álmát az ébresztő óra csörgése. De mi ez? Hogy nem csörög a vekker? Ezek szerint ma elaludt a rovarébresztő. Ilyen még nem volt. Mi lesz ebből? Sejtésem szerint óriási kavarodás. Összegabajodnak a különböző bogár és mélyjáratok. A hangyák pedig lekésik a vonatot, vagyis a vonulást. Na mi lesz már? Hogy nem ébresz senki. Ja, persze, ez az én dolgom, benne van a szerződésben. Hát akkor nincs mese, hozzá kell fognom. Jaj, de nagyon álmos vagyok. Elaludtunk, ma nincs reggeli. Mozgás, fiúk, mert merész lesz a vége. Gyertek, halok, tágulnak, rám számíthatok. Micsoda szép reggel, alig várom, hogy munkához lássak. Jelentem, én is felébredtem! Hogy veszek, mint aludnék! Na várj csak, te csavaros eszű, nesze! Kifelé, gyerekek! Kifelünk! Miközben az erdő egész lakossága lázas tevékenységbe kezd, Ferdi az igazak álmát alussza házikójában. Szekusz, drágám! A 10 óráig! Köszönöm, drágám! Nélkül ezt alá még a szárnyomat is itt tudom felejteni egyszer! Úgy látszik, Ferdi szomszédja is szeret sokáig aludni. Biztos a jó levegő teszi. Az ember csak gürcöl, és nem kap érte hálát. De, tőlem igen. Ez igazán kedves, macak, ócskavas. Nézzük, hány óra. Na hát már 9 óra, és Ferdi még mindig alszik. A hét alvó, hiába, ha valaki késő estig a tévét bámulja. Na hát, jól látok. Rendolinka, drágám. Ne így létenkedj azzal a készülékkel. Kelj fel! Igen, édesem. Szegény fiú, elment az esze. Vendi, imádlak. Kizé hagyás a fiú, abszolút hagyás. Meghibbant, agyára ment a szerelem. Jaj, mi ez? Nagyon zuhan, aki a fellegekben jár. Te vagy ösztöndörik, Vendulikám, hogy micsoda? Itt az adóbehajtó. Vagy fizet, vagy mindent lefoglalok, még a telefont is. De nem csak a telefont, még a mosógépet, a kaktuszt is. Adó is egyben kaktusz szakértő vagyok. Öhög nem kell, adó és kaktusz szakértő. A te kis tündéred az adóhivatalból jól elkapja a frakkodat. Egyébként teljes sokkal. Így jár mindenki, aki nem dolgozik. Már nincsen is a szabad. Szégyed magad, Ferdi. Így nem bárunk a szomszédunkkal. Igen, ez Gwendolyn lesz. Örülök, hogy hallom a hangot. Erősen kétlem, miért nem fizette be a telefonszámlát? Mertem.
Ha nem fizet, kikapcsolom a telefonvonalát. Nemrég költöztem ide, különben is az adóbehajtó is követeli a telefonkészülékemet. No, de mondja, miközben az adóbehajtónak a posta telefonvonalához. Nem beszéljen annyit, fontos telefonhívást várok. Akkor egyenlítse ki a számlát, különben ítélet, apig is várhatja hiába. Jó, kiegyenlítem. Ez a nap is jól kezdődik. Aki nem dolgozik, ne is telefonáljon. Kérdeztelek? Mondd csak, Ferdikém, beszéltél már Gwendolinnal? Nem, csak két pénzéhes hivatalnokkal. Milyen kínos. El is ilyen hiszed, hogy mennyire vártam már, hogy hallhassam a hangocskát. Én viszont nem várok tovább. Ha nem fizet, ülhet a sötétben. Mi csak egy pillanat, ez egy végzetes félreértés lehet. Most költöztem be a napokban. Nem szeretek hallgatózni, de ezt nem hagyhatom ki. Igen, végzetes, igen, azt mondtam, félreértés. Isteni, szembeszállhatóság embereivel. Én csak azt mondtam, hogy tévedni emberi dolog. Mintha az előbb valami más mondott volna. Csak annyit bátorkodtam még megjegyezni, hogy a számítógépet is emberek kezelik, és mindenki tévedhet. Aha. Hiába, a számítógép az ember legjobb barátja. Ma mindenki pénzt akar tőlem. Ki kell találnom valamit? Oj, oj, ezzel fején találtad a szöget? Gyerek csak! Ki akar még lefoglalni valamit, ha? Pénzéhes banda? Hát, miféle modor ez, Ferdi? Ki kérem magamnak? Ne haragudj, de ma mindenki pénzt követel tőlem, összefutok ellenem, ki akarnak készíteni? Halló, halló? Most persze letette, teljesen süket a vonal. Az előbb még szünet nélkül csörgött, most meg... Hát, elvágtak a külvilágtól. De ezt nem így szokták csinálni. A legújabb módszer. A hányok is olyanok, mint az időjárás. Naponta változnak. Á, na várj csak, van valami, amitől mindjárt felvidulsz. Én ugyan nem, míg Gwendolin hangját meg nem hallom. Várd ki a végét. Meleg napfény csalogat, nagy szellő simogat, hív minden élő lényt, jöjj élvezd kint a fényt. Ó, szikra azon kék az ég, szívünkben árad szét, az érzés, hogy éli jó. Ferdi, tönkre megy a lemezem. Nekem nincs falábom, soha senki sem volt falából a családban, de van be ő. Baba, jó bácsik, hát te falábú. Barátai! Barátaim, egy ilyen szép napon nem érdemes veszekedni. Tényleg igaza van, visszavonom, hogy falábú vagy. Én meg az a fejű vagy. A bácsikádról is visszavonom. És most? Mert meg fogunk halni az unalomtól. Ide römböl a fejemen, csak nem valami gaz gomba szakértő. Jó reggel, szeretett ipresem! Ó, boldogság! Ó, boldogság! Na hát, ez a mai fiatalság! Vandán vanna! Hideg vízben fancsi korok, ez a szárna fincsi dolog! Szörnyűség, idegen férfi a fürdőszobámban. Jó reggelt, bogárka! Hát nem gyönyörű ez a reggel, akárcsak
képeskönyvben. Ha sejtettem volna, akkor a rózsaszín dresszemet veszem fel. Az sokkal jobban áll. Itt jó lesz. Tovább nem megyünk. Itt van. Jaj, de bosszató. Mit bámulsz? Nem láttál még diódát? Ilyen szemtelent még nem. Egyszerűen nem fér a fejembe. Az van a használat utasításban, hogy... Várjunk, mi is van benne? A csuda vigye el az ilyen hosszú drótokat. Egy televíziókészüléket akarsz beállítani? Eltaláltam? Mi mást akarnék, a kis látja? Szabad tudnom, ki ez van szerencsém? Ferdi vagyok a hangya. Bármikor van bármi bántja, számíthat rám Ferdinándra. És legalább meg tudod különböztetni a csavarhúzót alapos fogótól? Nagy okos. Ilyenek a mai fiatalok, nem értenek semmihez. Szerencsére nem vagyok sértődékeny, sőt, meg fogsz lepődni, de két bal kezesen vagyok. Jól figyelj, most jön, ami még nem volt. Egy mozdulat, és Mi az nagy okos kutat akarsz velem fúrni? Szóval, mi van az artéslékkel? Tegnap versenyrepülést rendeztek a szomszéd szúnyog gyerekek, és valószínűleg neki repült valamelyik az antennának, azóta nem működik. Ez ilyesmi előfordul, ha alacsony a szállnak a rovarok. Felülem azt csinálnak, amit akarnak, csak az a baj, hogy pont ma közvetítik a tévében a tücsök első holdra szállását, és bácsikám, tücsök Teofil az űrhajósok egyike, mondanom se kell, látni szeretném. Ez érthető. Ha nem nézem meg, kizár az örökségből. Nyugodtan bízz csak rám. Mulatságos lenne, ha lepottyanna onnan. Na, most hozhatod azt a fránya készüléket. Igen, örömmel. Mi az? Csak nem malomköveket tartasz benne, hogy ilyen nehéz? Jó, most kapcsolj be, és már is láthatod a bácsikádat a súlytalanság állapotában. Remélhetőleg. Kedves nézőim, most kezdődik a hetedik menet a nagy bum-bum és a kis cirip küzdelmében. A kis cirip messze földön híres a bal egyeneseiről. Na, és még egyet? Csak egy szabadba kerül. Mi az bum-bum, megadod magad? Jó neki, ő csillagokat lát, de én a holdat akarom látni. Kifutunk az időből. A minőségi munkához idő kell. Reggeltől estig illatos marad, ha ön is a Púg Deóra szavaz. Egyetlen mozdulat, és illat felhőbe burkolózhat. A Púg Deóval kezdje a napját. Kedves nézőim, történelmi pillanat szemtanúi vagyunk. Teofil Tücsök navigátor a társaságában most teszi meg az első lépéseket a Holdon. Hurrá! Tücsök a Holdon! Sikerült, bejött a Hold! Nem akarok ünneprontó lenni, tücsök mester, de lassan azért leszállnék már innen, ha nincs ellenedre. Na, Ferdi! Éppen hozzád indultam, hogy kerülsz ide? Ilyen már megint, az előbb olyan jó volt a kép. Persze, az antenna! Maradj még egy kicsit, amíg megy az adás! Hangya nyúzó! Gwendolyn, micsoda meglepetés! Honnan tudtad, hogy erre fogok repülni? Ha megkérhetem, ne zavarja Ferdit munka közben! Micsoda pimasz hang ez? Tudja maga, kivel beszél? Húzd el a csíkot, de minél gyorsabban! Rosszabb vagy, mint egy kalózadó! Zavarod az adást! Hogy beszéled így egy hölgyel? Gwendolyn nem zavarja a képet, sőt! Jó, elnézést, bocsánat, de annyira szeretném látni, hogy mi történik a Holdon! Jó, rendben, mindjárt intézkedem. Előre, hátra, és a... Tessék, foglaljon helyet. Jaj, de cuki vagy. Alkalmatlak benneteket így együtt az adások idejére. Te is azok közé a férfiak közé tartozol, akik ígérgetnek mindenfélét? Megígértél volna valamit, amit nem tartottam volna meg? Azt ígérted, hogy elviszel sétakocsikázni, méghozzá igazi szöcskefogató. Nem emlékszel rá? Ajaj, de még mennyire? Szégyellem, hogy elfelejtettem. Nincs annál jobb, mint végighajtani az erdő fő utcáján? Mikor indulunk? Mikor? Na, mondd már, úgy izgulok.
izgulsz? Hát még én, hogy izgulok. Maradjunk abban, hogy meglepetés lesz, jó? Imádom a meglepetéseket. De ugye biztos, nem csapsz te, Ferdi? Hogy képzeled, inkább meghalok, mint hogy megszegjem a szavamat, amit neked adtam. Ó, én lovagom. Ó, én úrnőm, ha? Akkor hát várlak, a szöcskefogaton jöjj. Szöcskefogat. Micsoda boldogság, megcsókolt. Rajlala. Most meg műtöttem az antennába. Mit művelsz ott fönt? Dúbi. Jaj, azt hittem, hogy a mennyországban vagyok. Csillagokat látok. Teofil éppen ugrani készült a holdon, amikor eltűnt a kép. Ne húzd fel magad, már is intézkedem. Arra várok. Nem vagy egy kicsit zsörtölő, de természetű. Isten, nem tartod magad kis szébe képzeltnek? Amennyiben annak látszom, közlöm veled, hogy van is mire. Na, ne mondd. És ezennel kinevezlek... Igen? Díszantennának. Eddig csak díszdoktorról hallottam. Te ismered a mondást, jó pap, holtig tanul? Azt igen, bár hé, én nem akarok antenna lenni, leszeretnék szállni a drága anya földre. Ne csiripelj annyit. Szentelen taknyos. Mit vagy úgy oda? Magaslati levegő cifac, és nézheted a holtat a rokkododdal együtt. Ne légy telhetetlen. Tudod, milyen nehéz itt lógni? Az élet sokszor nagyon küzdelmes, és ne nagyon kapálóz, mert megint elromlik a kép, és akkor lőttek a holdnak. A viszontlátásra jó vételt és kellemes szórakozást! Nekem mit kell lógnom, ezek meg gondtalan szögdécsellek a holdon, igazságtalanság! Segítség! A mai napra már van egy jó cselekedetem. Mondd meg, kedves öreg apám, hol legelisznek ilyenkor a vadszöcskék? Sürgősen be akarok törni egyet. Jól tetted, hogy hozzáfordultál, öcsém, bár pontosan én sem tudom, de azt mondom, menj csak egyenesen az orrod után. Köszönöm. Szóra sem érdemes. Dehogy nem. Ez az út, az orrom sokkal rövidebb. Jó élesek ezek a sziklák. Kellett nekem az öreg orra hallgatnom. Mi lehet ez az égtelen zaj? Tübörög a föld. Ez patadobogás. Akkor szöcskének is kell lennie a közelben. Egy a számomra is, legalábbis remélem. Micsoda bizalmatlan egy társaság. Azt hittem, hogy
elnyerem a rokon szemüket. Nolám, nolám, patanyomok. Lehet, hogy a végén még egy szöcskefészekre bukkanok. Nem is lenne rossz. Tehát munkára fel! Mit meg nem tesz az ember, hogy teljesítse szíve hölgye kívánságát? Úgy látszik, folytatódik a pes sorozatom. Minden trükköt bedobnak ellenem. Fifikás egy népség. Kellett nekem ilyen ígéretet tennem ennek az elkényeztetett Mendolinnak. Más katicabogár is van a világon. Várj egy percet, aranyos kis Szöcsi! Szöcsike, hova rohansz? Várj, nem hallod? Várj! Na most bedobom a 17-es számú trükköt a nagykönyvből. És csak jól mérjem be a távolságot. Most megvagy! Jaj. Na várj a végét! Jipjé! Jipjú! Akárcsak halad nyugaton! Na most figyelj! Jaj, nézd, te is látod! A lagút! Jaj, jaj! Jól néztem, szikhatod? Hiába akarod elterelni a figyelmemet! Jaj! Jaj, képes is átugorja! Jaj, megtette! Utat! Ki az? Nem tudtok olvasni? Átmenő forgalom tilos! Az otthonom! Kérem a jegyeket! Nem váltottam a jegyet! Akkor szállj le a szöcskémről! Ura, két pókhez! Meg kell tőlük szabadulnom! Le, két pók! Kikérem magamnak! Ne sértegessen! Jaj, Leves további utat kívánok! Jelentem meg volt? Hiába legszebb öröm akár önök! Hajj a sücske! Legközelebb tanulj meg lovagolni! Ezek mind pénzt akarnak? Tolongjatok nyugalom, Ferdi mester nem sokára itthon lesz. Mindenki sorra kerül, akár a tévéd, akár a porszívót, mondta fel a szolgálatot. Ferdi, az aranykezű hangja mindent megjavít. Forduljatok bizalommal Ferdihez. Ha valami elromlik a háztartásban, fogjátok meg és hozzátok el Ferdihez. Pillanatok alatt megjavítja még hozzá, olcsón. Ilyen Ferdi! Kit látnak szemeim? Itt van Ferdi végre! Na mit szólsz ehhez a fogadtatáshoz? Csodálkozol, mi? Mit akadás, nem értem. Csináltam neked egy kis reklámot, hogy fellendüljön az üzlet, és ki tud egyenlíteni a számáidat, és végre zöld ágra mergődj valahogy. Zöld ágra? Engem csak egy zöld mező érdekel, ahol szöcskék legeléztek, semmi más. Ó, szöcskék, gazdag hangja leszel. Érdekel is engem. Betegség miatt zárva. Írta